Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Szerte ebben a világban, ahol most kapcsolatban vagyunk, de nem vagytok jelen itt a templomban. Közel egy hónapja tart ez az egészen különleges helyzet, és remélem, hogy mindannyian rájöttünk a visszavonulás lényegére, hogy most, akár tetszik, akár nem, vissza kell vonulni. Ha tudod, hogy belül mit csinálj, akkor nincs elveszett perc, nincs frusztráció, nincsen semmi olyasmi, amitől unalmasnak vagy kényszeresnek tűnne ez az idő. Hogyha nem tudod, hogy belül mit kell csinálni, akkor úgy érzed, hogy baj van. A vírus pontosan tudja, hogy hogyan tegye a dolgát. Egy nagyon egyszerű biológiai rakéta, és ahova beengedik, oda bemegy. Az ember, mi tudjuk-e a dolgunkat? Valójában mi a dolgunk, mint emberek? Csak egy vírusnyi tudatosságunk van, vagy esetleg van egy magasabb szintű? Tudunk úgy működni, mint egy, azt mondom, tudatosabb vagy magasabb rendű társadalom, vagy pedig úgy viselkedünk, mint 8 milliárd részecske egy földnyi Petri és az a Petri csésze hát eléggé rossz állapotban van. Pár ezer év alatt, de különösen az elmúlt pár évtized alatt ezt a petricsészét eléggé hazavágtuk, és a vírusszerű működésünk az eléggé nyilvánvalóvá vált. Tehát most, akár tetszik, akár nem, tanítást kapunk, és nem kell semmilyen teóriára előfizetni. Lásd úgy, ahogy tényleg az okozatiság sorrendjében ez megtörtént. Tehát a huháni vadpiac, halpiac infernójából kiszabadul, átutazik embereken a tengeren túlra. bejön az idős otthonokba, bejön az iskolákba, bejön mindenhova egész addig, amíg le nem zárunk mindent. És ilyenkor ki kéne deríteni, hogy pontosan mi a dolgunk, mi a dolgod neked, mint családapának, családanyának, fiúnak, lánynak, és mi a dolgunk mint ember. Tehát nézd meg a társadalmi szerepedet, nézd meg a dolgodat, nézd meg azt, amit most nagy nagyrészt nem tudsz csinálni odakint, és határozd meg, hogy belül mi a dolgod. Tehát csak elsajátítani, birtokolni, dominálni, akarni szeretnénk, mert akkor nem vagyunk jobbak a vírusnál. Vagy pedig kicsit tudatosabbak vagyunk, és félre tudjuk ezeket a duális indulatokat tenni és megóvjuk magunkat és másokat attól a járványtól, amelyek mi magunk vagyunk. Az emberi reakció, az emberi karma, az emberi téves nézet, harag és kapzsiság hatalmas tömege. Ez rajtunk múlik. Ahogy ezt hallhattátok az első ilyen típusú darma beszédben, nagyon nem mindegy, hogy meg tudjuk-e különböztetni az első fokú járványt, a biológiait, és a másodfokút, az erre adott humán reakciót. Ez dönti el, hogy valójában különbözünk-e a vírustól bármi módon, vagy sem. Ha megfelelő módon felismerjük a helyzetet, akkor megfelelő módon tudunk kapcsolódni hozzá. És ez a helyes kapcsolat az, amely az írott és íratlan törvényeket egyaránt betartja. És akkor ebből a kapcsolatból következik a helyes működés. Mindenki egy kicsit az arcokon úgy látom, hogy elgondolkodik azon, hogy ez meddig tarthat. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy ez meddig tart. Egyes országokban, ugye, kezdik föloldani a korlátozó rendelkezéseket, és itt a lehetősége, akkor egy második hullámnak. Egyes országokban. Egész komoly rendelkezések vannak, de nincs diagnosztizálás, és így nem tudod, hogy ki fertőzött és ki nem. Nincs egy olyan mechanizmus, ahol világossá válhat, hogy mely területein indulhat újra az élet a társadalomnak, és melyeket kell még mindig nagyon szigorú szabályozás alatt tartani. Érdekes, hogy szellemi hazám, és így nektek is átételesen szellemi hazátok, Dél-Korea nagyon érdekesen oldotta ezt meg. Érdemes megnézni, hogy pontosan mi történt abban az országban. Úgyhogy ötször akkora népsűrűség, elképesztő a társadalmi nyomás, nagyon erős a gazdasági kényszer, és hogyan tudták ezt az egészet úgy megfogni és kezelni, hogy már az országuk működőképes. Tehát az ok és okozat, Bölcsessége világos, és mindenkit arra szeretnék sarkalni, hogy befelé tekintve és kifelé tekintve egyaránt az ok és okozat működését vizsgáljuk. Vizsgáljuk, mert hogyha nem ezt tennénk, akkor egyszerűen a félelem vagy a remény dualitásában lennénk. Semmi más nem tudnánk, csak azt, hogy nekem vagy a szűkebb környezetemnek mi a jó és mi kell és nem tudnánk úgy cselekedni, ahogy tényleg emberhez méltó, amely nem zárja ki a hétköznapi, családi, szűke pátriára való gondolást, csak meg kell ezt haladni. Egy olyasféle nézőpont, amely hasonlít a kamera és a műhold közötti különbséghez. Itt a darma rendkívül egyszerű, tessék szíves visszagondolni a négy nemes igazságra. Gondoljatok arra, hogy mi a szenvedés ténye, mi a szenvedés oka, mi a szenvedés megszüntetése, és mi a szenvedés megszüntetéséhez vezető út. Ebben a helyzetben mást érdemben nem is nagyon tudunk tenni. Pócselekvésekkel eláraszthatjuk magunkat és a környezetünket, de egy idő után ez elég unalmas, és valahol belül láthatod, hogy hiába való. Tehát tessék érdemben foglalkozni a helyzettel, főleg belül, mert kívül nem nagyon tudsz. Kívül nézheted a híreket, egy idő után zavaró, unalmas, idegesítő, megszokod. Tehát abba hagyod a külső forrásokkal való foglalkozást, mert érdektelen. Persze, nézzél rá naponta a netre, ha akarsz, tévét nézel, de valójában belül kéne elvégezni azt a munkát, amelyet eddig nem tudtál. Azért nem, mert az energiádat kifelé lehetett fordítani. A külvilágban úgy tűnik, meg tudtad valósítani azt, amit szerettél volna, vagy legalábbis törekedhettél rá. De most ebben a helyzetben ez megváltozott. Tehát belül kell dolgozni, és ez a belső munkához az a jó hír, hogy minden eszköz megvan. Ez a hagyomány, amit művelünk itt közösen, nem tart vissza semmiféle tanítást akinek ez kell, aki számára ez fontos, az elérheti azt, hogy autonóm módon és együttműködően gyakorolja a tant, gyakorolja a belátást, azt a féle tiszta tudatot, amelyre most kifejezetten és hatványozottan szükség van. Tehát az a fajta összeszedettség, az a fajta jelenlét, amely a zennek célja is és eszköze is egyben, az most túlzás nélkül eszenciális, nélkülözhetetlen és a helyes emberi viselkedés alapja. Mindegyik kötök vásárol, ha kell naponta, és a szabályok betartásával elhagyod az otthonodat, és visszatérsz. Mit látsz az emberek arcán? Pontosan hogyan viselkednek? Még a levegőben is érezhető a félelem szaga, hogy ha a zárt helyre mész, az biztos. Tehát nézd meg azt, hogy pontosan hogyan lehet ezt a félelmet feloldani, és helyesen látni. Ez a helyes látás, ez békeidőben is, és járványi körülmények között is a zennek a célja. Ezt hívjuk vigyának. Tehát lásd tisztán. Lásd az okozati kapcsolatokat tisztán. És belül meg a betegséget. Most biztos, hogy rá fogsz látni, mert ahogy az elején mondtam, mindenki egy kényszerű elvonuláson van. Ha kényszerűnek éled meg, akkor még valamit nem vettél észre. Ha lehetőségként éled meg, akkor már valamit észrevettél, és felhasználod a helyzetet. Arra szeretnék sarkalni mindenkit, hogy ne egyfajta zavaró tényezőnek fogja fel a vírus jelenlétét. Ne azon gondolkodj, hogy megfertőződsz vagy sem. Igen, legyél szíves az összes szabályt betartani. Óvd meg magad és ezáltal másokat. De fogd fel a vírust egy nagyon világos, személytelen, brutálisan intelligens tanítónak. Mert most ez van. Ezt a tanítást kapjuk, ha tetszik, ha nem. És nem azt mondom, hogy tetszen, de azt mondom, hogy mindenféle averziótól óvd meg magad, mert hogyha a szeretem, nem szeretem hullámvasútjára fölülsz, nem látsz tisztán. Állandóan a félelem és remény kalapácsa és üllője között szenvedsz. Nézd meg, hogy mi a dolgod, és tedd azt. Úgyhogy, ha ebben tudok segíteni a kérdéseitek megválaszolásával, akkor ezt most megteszem. Kinek van tehát kérdése? Én most csatlakoztam nem régiben egy hónapja érzek, erős indítatást, hogy, hogy, hogy a közösségetekbe tartozzak, és, és, nagyon hiányzik a közösség megtartó ereje. A, a meditációt azt még, még, még nagyon tejfölös próbálom magamival tenni, gyakorolni, de nagyon nem megy az elmém lecsendesítése. Milyen módon tudnék ehhez, a, ehhez az egyensúlyhoz most pillanatnyilag ebben a helyzetben önállóan Hozzájutni, vagy közelebb kerülni. Egyrészt tényleg értékelem azt az erőfeszítést, amivel ezt szeretnéd, ez nagyon jó. És én arra szeretnélek sarkalni, hogy lásd az elme működését. Ne akard még lecsendesíteni, mert ez egyelőre Dávid és Góliát harca lenne, ahol még Góliát nyer. Aztán egyszer csak Dávidból Góliát lesz, de hogyan? Képzeld el? hogy van egy tó. Ezt a tavat a szél is borzolhatja, rengeteg hullámot kelthet, és a tó vízében is ilyen tengeri szörnyek, a Loch az Élet pontig, ugye minden van. És ahhoz, hogy ez lecsendesedjen, ahhoz a halacskáknak és a szörnyeknek ki kell jönni a vízből. Ez a karma tudatosítása, és a külső hatásoknak egy picikét csökkennie kell, ezt hívjuk az elvonulásba tett erőfeszítésnek, hogy a szél ne borzolja állandóan a tó felszínét. Tehát ez az elmének az első fokú megtisztítása csak a látás által, tehát látod, hogy a hullámok honnan jönnek, és nem fújod a szelet tovább. Látod, hogy milyen szörnyecskék vannak a tudat felszín alatt, és nem eteted őket. Engeded szépen őket a partra jönni, és elmennek. Tehát a látás általi megszabadulás az egy nagyon fontos fogalom a mahaján a buddhizmusban is, így a zenben is, és más ágazatokban is. Kóriaiul ezt úgy hívják, hogy kan hua son. A kan az a perceive, a felfogás, a hua az a jelenség, mind a külső, mind a belső. A zen pedig, mint son, chan, gyána szanszkritul, az ebben való elmerülés, az ezzel való egyévállás. Figyeld a testtartást, figyeld a lélegzetet, és tedd fel a kérdést, hogy mi ez. Amíg a kérdésben vagy, amíg a kérdést tudod tartani a tudat fókuszában, addig esélyes, hogy ez az állandó kényszermozgás, ami az elmének a szokásrendszerét jellemzi, alá fog hagyni mert több energiát teszel a kérdésbe, a mozdulatlan, tiszta jelenlétbe, mint az elme állandó mozgatásába. Bocsánat, hogy szabadba vágok, amikor jön ez a, vagy fölteszem a kérdést, ami ez kérdés, akkor, akkor az elme az folyamatosan válaszolni akar rá, és, és újra és újra elvisz. Igen, és te az éberség gyönyörűséges jelenlétével visszahozod magadat a pillanatba, és semmit nem hiszel el abból, amit az elméd neked javasol. Tehát minden olyan válasz, ami megjelenik és eltűnik, az nem te vagy. Eredetileg az a tiszta tér, tiszta tükör, nem megjelenő, nem eltűnő eredeti tudat, ezek lennénk mi, csak hát az önképünkkel sajnos összetévesztjük az önvalónkat, és ezáltal generáljuk a téves nézeteket, a haragot, a kapzsiságot, és ebből a sok-sok szenvedést. Tehát minél nagyobb a távolság az önkép és az önvalók között, annál nagyobb a szenvedés. Úgyhogy ezért a meditáció semmi más nem tesz, mint az önkép és az önvalók közti távolságot felszámolja. És ezt ezzel a módszerrel érheted el, természetesen ezt lehet mantrával is segíteni, vagy a kérdéssel a kettőt nem keverjük. És azt javaslom, hogy így, otthonhoz, házhoz kötve, valamiféle időrendet dolgozzunk ki. Az a fontos, hogy mindenféle módszert rendkívül egyszerűen csinálj. Tehát egy időbeosztásra van szükség, az időbeosztást követjük, és innentől kezdve előbb-utóbb az életrend helyreáll. Jó? Igen, igen. Nagyon örülök. Folytassuk. Nagyon szívesen. Következő kérdés. Itt látok egyet Sándortól. Azt szeretnék kérdezni, hogy látok-e esélyt arra, hogy még a mi életünkben változni fog az emberek tudatszintje, vagy a vírus elmúltával minden megy változatlanul tovább? Hogy nem tanulunk belőle. Hát, Sándor, azt kell mondanom erre, hogy ezt a legnagyobbak se tudják, hogy az emberiség mennyit fog változni egy vírus megjelenésétől. Nézzük inkább azt meg, hogy a ténylegesen humán intelligenciák megjelenésétől az emberiség mennyit változott. Tehát keleten megjelent három nagy tanító az elmúlt 2500 évben, és több más nagyszerű tanító, de csak maradjunk most Budhánál, Lao-Cénél és konfuciusznál, meg mondjuk csapjuk hozzá Bodhidarmács, Sriramanát és a többi hasonló megvilágosodott embert. Mennyit változott tőlük az emberiség? Itt nyugaton, nyugat felé. Mennyit változtunk attól, hogy megjelent Zaratusztra, Mózes, Ábrahám, Jézus, Szent Ferenc, Mohamed. Tehát mennyit változtunk ezektől a nagyon nagy formátumú intelligenciáktól, és ugye merre felé? Azt szeretném ezzel elmondani, hogy az embert kívülről nem lehet megváltoztatni. Inspirálni lehet, hatni rá lehet, tanítani lehet, de ha nem tanul, ha belül nem hajlandó változni, akkor előtte dülhet Sákyamoni ha maga, és csak azt fogod tőle kérdezni, hogy na, eszünk egyet? Tehát nem tudunk akkor változni, ha nem akarunk. Ez az egész csak akkor ér valamit, amit most keresztül megyünk, hogy a tényleges tanulságokat vonunk le, ha ténylegesen látunk valamit belül, ami egy szellemi imperatívusszá kinövi magát. Ez egy belső motiváció. Nézd meg a 2008-9-es elképesztő gazdasági válságot, amelyet nem is az 1929-33-ashoz hasonlítanak, hanem egy sokkal korábbi, a 19. század utolsó harmadában lévő, nagyon-nagyon megrázó gazdasági válsághoz. Mit tanultunk belőle? Az elmúlt 12 év megmutatta hogy gyakorlatilag semmit. Tehát újra termeljük a válság jelenségeit. Krisztinát olvasom. Én szégyellem, de örülök, hogy nem kell mennem dolgozni, végre magammal foglalkozhatom, már nem szerettem a munkám, így dupla jó ez a helyzet nekem. Viszont azt is érzem, hogy nem akarok visszamenni dolgozni, ebben a helyzetben azt érzem, hogy luxus lenne, amikor rengeteg munkanélkül lesz. Az lenne a kérdésem, hogy az eszemre vagy a szívemre hallgassak, engedjem el a félelmemet, hogy mi lesz, ha felmondok, és nem lesz munkám, vagy ebben az időszakban ne foglalkozzam azzal, hogy mi a jó a lelkemnek, hanem most az a biztos, hogy munkahelyen van, és örüljek ennek. Krisztina, azt szeretném mondani, hogy ebben a helyzetben se az érzelmeidet, se a gondolataidat ne kövesd. Ne hozz olyan döntést, amely után nem tudsz bármi olyat cselekedni, amely a döntést érdemben befolyásolja. Magyarul, ha felmondasz, akkor most nem tudsz újra munkát keresni. Most nem azokat az időket éljük. Ebben a helyzetben különös jelentősége van a wu wei, a nem cselekvő magatartásnak, amely nem vegetáció, vegyük észre. A vegetáció az lenne, hogy csak a materiális érzékszerű világgal foglalkozol, annyira, amennyire a biológiai szükségleteid ezt minimálisan megkívánják. Itt most nem erről van szó. Arról van szó, hogy duális karmát ne hoz létre. Olyan döntést ne hozz, amelynek a folyamányait, a következményeit te nem tudod befolyásolni később. Ne hallgass se a gondolataidra, se az érzelmeidre, láss. Lásd a gondolataidat, lásd az érzelmeidet. És egyszerűen tisztán viszonyulj az embertársaidhoz, és figyeld meg, mert tényleg abban a helyzetben vagyunk, hogy most nagy részünk nem tud dolgozni, legalábbis kívül nem, akik home office azok igen, de belül kell dolgozni. És ne újabb karmát hoz létre, hanem a meglévőt söpört ki. Ezért ne ragaszkodj semmilyen érzelemhez, semmilyen gondolathoz. Nelly, szia! A nehéz idők ellenére is, mondod, ha lecsökkentik a fizetésemet, amellett, hogy még több munkát várnak el tőlem, megalkuvás-e ott maradni és nagyon sokat dolgozni, felelősségteljes munkát végezni, kevés pénzért, vagy jobb a szabadságot választani, felmondani, még akkor is, ha nem tudom, hogyan lesz tovább. Nem a pénzmennyisége az, ami zavar, hanem a munkáltató hozzáállása, hogy sok munkával terhel meg valakit még kevesebb fizetségért, kihasználva a krízist. Szívem szerint a szabadságot választanám, csak nem tudom, hogy helyes döntés lenne-e. Nelly, mi a szabadság? Tehát most szabadságot kapnál-e azáltal, hogy felmondasz? Ez a kérdés. Mert ha megnézed, nem növekedne a cselekvési lehetőséged, a mozgástered, semmi, amit szeretnél, nem következne be, elvágnál egy olyan kapcsolatot, ahol mindannyian kényszerhelyzetben vagyunk. Ilyenkor a munkáltatót rá kéne ébreszteni arra, hogy ő neki is felelőssége van. Tehát mindenkinek csökken a fizetése, és mindenki fontos lesz egyszerre. Mert hát azért újra fölvenni frissen alkalmazottakat, az eléggé nagy meló, mihelyt ennek az egésznek vége van. Tehát én azt mondom, hogy kommunikálj a munkáltatóval. Ne zárd magadba ezt a problémát. Legyél szíves elmondani a munkáltatónak, hogy te tudod, érzed, hogy ő milyen helyzetben van, és itt az együttérzés az egyik legfontosabb hozzáállás, hogy nem ellentétes oldalakat hozunk létre, hanem a csoport tagjaként, a munkaközösség tagjaként kifejezed az igényeidet, tudván, hogy ez mindenkinek jár. Nem csak neked. Fordítva, mindenki lemond bizonyos mennyiségű juttatásról, fizetésről, mert a gazdaság nincs abban a helyzetben, hogy ezt megadja mindenkinek teljes mértékben. Mert nem tudunk dolgozni. Nagy részt az embereknek nincs munkája. Szembe kell vele nézni. Ha a munkáltató ezzel visszaél, akkor te is, mások is szenvednek. És a munkáltató előbb-utóbb tönkre megy. Hogyha megfelelő kompromisszumokat kötünk, és a munkáltató emellett nagyon okos, és a munkavállalók érdekében jár el, akkor biztosítja azokat a forrásokat, amelyekkel ezt a csökkentett fizetést ki lehet mindenkinek adni. Tehát kommunikálja a munkáltatóddal. Kérdezz rá, hogy ez csak veled történik így, vagy másokkal is. Ébrezd rá a munkáltatót arra, hogy ez közös érdek, hogy ezen túljussunk, hogy ezt együtt csináljuk végig, együtt éljük túl, és nem egymás ellen kéne dolgozni. És hogyha ezt a kommunikációt bírod, ez nem kellemes, nem gyors, és nem hoz rögtön eredményt. Ha ezt bírod, akkor a munkáltatód megbecsülését is el fogod nyerni. Nem pedig egy ilyen kritikus, egyfajta kellemetlenséget okozó embernek fog a munkáltatód nézni téged. Zsuzsa, azt mondod, itt a lehetőség, a benső munkára szánható idő. Azon kívül, hogy kidolgozom az előbb említett időrendet, és teszem a dolgom, én tanítok, hogy ez zárója bezár, hol a határ, hogy elég legyen? Mert érzem, hogy csábító az ördögi kör is, hogy már akkor nagyot kell fejlődni, ami megint ego. A benső munka, hogy válik minőségivé, mi az elég, hogyan születik meg az együttérzés önmagam irányában. Zsuzsa, itt egy kulcs mozdulat van, hogy nem magadért teszed. Mi magadért teszed, legyen az csak 5 perc meditáció, ami csak magadra irányul, azon nyomon egoitást gyártasz le. Végig gyakorolhatod a napodat 14x50 perccel, ha azt felajánlod minden lénynek, ha kell minden percben, akkor az nem énesül hanem tényleg minden lény javára válik. Tehát a hozzáállásom múlik, nem a mennyiségen. Mennyi elég? Neked kell megállapítani. Tehát formális meditációra itt az idő. Fantasztikusan jól lehet ezt csinálni, én javaslom a reggelit és az estit, sőt, azt is javaslom, hogy minden családban, minden élőhelyen legyen csend egy bizonyos szakaszában a napnak. Tehát megegyezzünk, hogy reggel 5 fél nyolcig, reggeli időig nem beszélünk. Mindenki teszi a dolgát. Este, vacsora után megnézitek azt a filmet, amit szerettetek, és akkor este 9-től 11-ig, vagy alvásig csend van. Ez gyógyító tud lenni. Tehát állítsd be azt az időrendet, amelybe belefér a formális gyakorlat, mindenképpen ajánl föl minden lénynek, esetleg a körülötted lévőknek is, közvetlenül, és akkor az együttérzés megfordul a világban. Tehát magunk felé együttérzés, vagy egyéb ilyen magunkra irányított érzelem, ez egy kicsit ilyen érzelmi rövid zárlatot okozhat. Fogadd el a karmádat elsőként úgy, ahogy van, ez az elfogadás a munka alapja, és ebből tovább lehet lépni. De hogy együttérzés magam felé, most az A verzióm az ez a B verziómmal, most ez hogy van? Tehát nézd meg. Tehát az elme ezt ki tudja gondolni, de ez terméketlen. Azt javaslom, hogy egy más lény felé érez együttérzést. És attól a lénytől fogod visszakapni. Szeretet, ugyanez. Minden egyéb olyan érzelem, amit magadra irányítasz, az énesül. Úgyhogy forgasd meg a világban. A saját magad karmáját egyszerűen lásd. Első körben természetesen elfogadod, mert a látás azt jelenti, hogy szembenézel vele. De nem hagyod úgy, hanem dolgozol rajta, fejlődsz, és ezáltal fejlesztesz. Tehát azáltal fejlesztesz, hogy látsz és dolgozol. Adrien. Sokat stresszelek azon, hogy el kell majd küldeni a kollégákat a cégünktől, ha visszamondják a megrendeléseinket. Egyelőre tartjuk magunkat, próbáljuk üzletileg átvészelni ezt a helyzetet. Addig is mivel tudjuk tartani az emberekben a lelket, hogy kommunikáljunk, hogy oldjuk a feszültséget? Köszönöm. Adrien, először is ilyenkor el kell mondani az embereknek, hogy nem akarjátok őket elküldeni. És azt kell megnézni, hogy közösen mit tudtok cselekedni. A közös cselekvés természetesen online, mert ugye másképp nem lehet, hogyha azt érzik az emberek, hogy közösen tesztek munkaadó és munkavállaló, és mindenki tud mindent, ami rá vonatkozik, akkor nem érzik azt, hogy a hátuk mögött történnek számukra előnytelen dolgok. Mert ez a bizalmatlanságnak az oka, sőt az egyetlen oka, ha azt érzed, hogy a fejed fölött, a hátad mögött olyan dolgok történnek, amelyek később téged hazavágnak, és egy mozdulat, és szépen, passzív-agresszív módon előkészítve, téged már ki is rúgtak. Jó? Tehát azt kell tudni és tudatni, hogy mindenkinek x százalékkal csökken a fizetése. Mindenki ugyanazt a terhet viseli. Ez egy becsületes hozzáállás. És hogyha ilyenkor a minőségeinket helyesen gyakoroljuk, akkor esélyes, hogy meg tudod tartani az alkalmazottakat, mert hol van jobb helyzet? Melyik munkavállaló tudja hirtelen átiratni magát egy másik munkaadóhoz, átjelentkezni? Ezt nem tudjuk megcsinálni. De ugyanúgy, hogyha egy munkaadó elveszíti a szakértő rutinos, több éve ott dolgozó munkavállalóit, akkor ami elképesztő veszteséget szenved. Tehát a kölcsönös függés, nézd meg, mulandóság, tökéletlenség, kölcsönös függés. És a kölcsönös függésről van itt szó. A mulandóság azért fontos, mert tudjuk, hogy egyszer ez az állapot is megszűnik, és a vírus egyszer csak el fog tűnni, hogyha helyesen kezeljük a helyzetet. Ez a mulandóság. És a kölcsönös függés az, hogy egymásra vagyunk utalva. És itt munkaadó és munkavállaló tényleg kapaszkodjon egymásba és nézzék meg, hogy közösen mit tudnak tenni. És akkor a feszültség oldódik. Nem érdekellentétre, hanem közös érdekre alapozva tudunk cselekedni. Ferenc. Mivel ebben a helyzetben nincsenek kuan interjúk, nincs visszatükrözve, hol tartunk a kuanunkban. Mit javasolsz, hogyan fejlesszük magunkat, az intuíciónkat? vagy épp elég ez a szituáció, amiben naponta kell paradox helyzeteket megoldani? Csak tegyük a dolgunkat? Esetleg elképzelhető a későbbiekben online koan interjú? Feri, egyik szemem sír, és a másik nevet. Nevet, mert szeretnél koan interjút, és ez fantasztikus, de ez online nem lehetséges. Még ez a darma beszéd, vagy azt mondom, hogy sok képernyős párbeszéd is eléggé karcolja a lehetetlenség határát, mert ahogy mondom, nem vagytok jelen. Kapcsolatban vagyunk jelenlét nélkül. Egy időben vagyunk, de nem egy térben. Tehát kohan interjúk sajnos kizárva, de most megmondom, hogy miért szép, amit írsz. Azért, mert rájöttél arra, hogy ez a helyzet egy hatalmas kóan. Tehát, hogy azt tesszük, amit tennünk kell, és nem azt, amit akarunk. Ez egy hatalmas paradox. És számold meg azt a sok-sok paradoxont, amivel naponta dolgoznod kell, amivel szembe kell nézni, és hogyha nem nézzünk velük szembe, akkor csonkítjuk magunkat, és akkor megpróbáljuk úgy élni az életet, ahogy mi akarjuk, és az Istenek nem sikerül. Tehát a paradoxonokkal szembenézve, azokat vállalva tudunk teljes életet élni. Ez az igazi koan. Hol van az interjú? A bevásárláskor. A postán. A járdán kutyasétáltatáskor például, hogy hányan vannak még, akik 30 perc elhagyták az otthonukat maximum egy kilométeres körzetben, és a többi. Jó? Tehát van olyan város, ahol ez a szabály. A koan nem az utcán hever, folyamatosan áramlik hozzád ezáltal a helyzet által. És nézd meg, hogy hogy tudsz az ellentétek fölé kerülni. Érdekellentétektől kezdve az egzisztenciális paradoxon ki. Nézd meg, hogyan tudod ezeket meghaladni. Úgyhogy lehet itt haladni. Aztán majd visszatérünk a formális interjúkhoz, mert higgyétek el, mindannyian a templomban, a templom közvetlen környezetében és a teljes szangában már nagyon-nagyon készülünk arra, hogy végre a megfelelő pillanatban ezek a rendelkezések oldódnak, és lehet végre nálunk zen gyakorolni nagy társaságban. A szanga végre majd jöhet hozzánk, nem tudjuk, hogy ez mikor következik be, de amikor igen, akkor mind a 152 főt, aki most jelen van, nagyon szívesen látjuk. Péterhez térünk. Tisztelt Mester, a környezetemben egyre több embernél jelentkeznek a pánikbetegség tünetei. Tudsz erről a jelenségről? Igen. Illetve a kezeléséről, erről fogunk beszélni. Hogyan segíthetek? Ez is szóba jön. No, Péter. Akik pánikbetegségben szenvednek, és ez most került a felszíne, tehát nem már megalapozott pszichiátriai kortörténetről beszélünk, most kell leülni velük, és szembenézni a félelem tárgyával. A pánikbetegség az akkor tud kialakulni többek között, amikor annyi mindentől félünk egyszerre, hogy egy ilyen folyamatos félelem vonattá összeáll ez az egész. Egy olyan folyammal, amiben beleveszel. De ez a folyam darabokból áll össze. Ez a szerelvény, ez a vonat kocsikból és mozdonyból áll össze. Tehát a pánik az a félelem tárgyai, nagyon-nagyon gyors változásban. A félelem marad, a tárgyak állandóan változnak. Tehát le kell lassítani, és meg kell nézni, hogy valójában mitől fél. Beszéljen róla. Mondja el. És el kell dönteni, hogy ismerem-e a félelem tárgyát, vagy nem. Ha nem tudom, hogy mitől félek, akkor maradjak meg abban, hogy nem tudom. És akkor a félelem helyett inkább az információ hiány megszokása következik be. Ha tudom, hogy mitől félek, akkor annak a működését, a tatváját, szanszkritú, meg tudjuk ismerni. És a működésben ott van az a darma, az a törvény, amitől a félelem feloldható, hiszen egyszer csak a jelenség kezelhetővé válik. Tehát az első nagy aktus a megkülönböztető bölcsesség gyakorlásában, hogy ismerem-e a félelem tárgyát, vagy nem. Nagyon sokan félnek a haláltól, de valójában a szenvedéstől félnek. A szenvedés bizonyos fajtáit ismerjük, a halálról tapasztalatunk nincs, különben nem lennénk itt. Fogalmat alkotunk róla, szilárd tapasztalatunk nincs. Tehát, ha megkülönböztetem azt, hogy a szenvedéstől félek, nem szeretném, hogyha fájna, nem szeretném, hogyha beteg lennék, nem szeretném, hogyha más beteg lenne, vagy másnak fájna. Ez egy ismert dolog. Hogyan tudom a fájdalmat elkerülni? Hogyan tudom a szenvedést elkerülni? Hát erről azért több száz éve nagyon komoly stúdiumok folynak. A halált senki nem kerülheti el. Tehát a haláltól félni, az pontosan az ismeretlentől való félelem, úgyhogy tudod, hogy bekövetkezik. Nem tudod, hogy mikor, hogy hogyan, de jön. Tehát, hogyha megkülönbözteted azt, amit tudsz és amit nem tudsz, amit látsz a működéséből, és amit nem látsz a másik jelenség működéséből, akkor hirtelen oldható az az elképesztő feszültség, ami a félelem tárgyainak folyamatos jelenlétéből fakad. Hirtelen megáll a pánikvonat, lekapcsolod a mozdonyt, és akkor nem körbe-körbe megyek a saját karmám terepasztalán. Ha egyszer csak megáll az egész, szétkapcsolom a szerelvényt, és meglátom, hogy pontosan mi történik. Amit nem ismerek, attól azért nem félek, mert ha félek, sem ismerem meg. Amit pedig ismerek, attól pedig azért nem fogok felni, mert az ismereteim birtokában előbb-utóbb valamilyen uralmat gyakorlok fölötte. Ha csak egy százalék nyit először, akkor azt. Tehát nem menekülünk, nem harcolunk, nem fagyunk le. Ez a három nemleges paraméter van. Nagyon fontos. Csak az összes többi a meditációval és az előbb említett hozzáállással jön. Természetesen, munka által, erőbefektetéssel, és nem könnyen. De jön. Krisztina, köszönöm a választ, nagyon szívesen. Hogyan tudom a figyelmemet abba a csendbe terelni, amely már nem teremel karmát? Ezért van, Krisztina, tantien praxisunk. Tehát a tantien praxis, a köldök csakra, az egy nagyon-nagyon fontos tudat és energiállapot, amely keletkezés előtt van, dualitás előtt van. Eleinte még akkor sincs csend, de előbb-utóbb az lesz, amikor a jelenségek visszaolvadnak a lényekbe. És el kell azt engedni, ami onnan kivesz téged. De terelni magadat nem nagyon tudod. Csak ami kivenne ebből a pillanatból, ami állandóan zajogna a fejedben, abból kell az energiát kivenni, visszatant ember, és abból kell az információt kivenni, az elkülönültséget, vagy a duális projekciót. És akkor megszűnik. Miért? Azért, mert az önálló lét nélküliség, mint a lét alapjegye, itt megint az oldalunkra áll semmelyik karma nem létezik önmagában. Semmelyik karmának nincs abszolút léte. Tehát, ha kivonod belőle az energiát és az információt, maradék nélkül megszűnik. Akkor már a te dolgod, hogy ne teremtsd újra. Csak úgy szokásból. Mert hiányzik, ugye? Dave. Elérni a rendszeres, következetesen végzett meditáció talán nem mindenkinek egyformán könnyű vagy nehéz, még akkor sem, ha ennek fontosságáról, értékéről az ember meg van győződve. Hogyan lehet növelni a figyelmet, hogy valóban meg is valósuljon a rendszeres gyakorlás? Dave, ez a kérdés önmagában foglalja a választ. Rendszeres gyakorlással lehet úgy növelni a figyelmet, hogy az már ne is mozduljon el a pillanatból. Erre elméleti válasz nincs, Katka. Kedves szunim, semmi, semmi, semmi. Egy ideje eljutottam a meditációm révén egy olyan állapotba, ahol nincs semmi, nem érzem a szemeim, a végtagjaim, a nyelés, a lélegzet megszűnik, csodálatos állapot, egyszerűen nincs semmi szenvedés. Két alkalommal voltam ebben az állapotban, a kérdés az, hogy át tudom -e ezt adni másnak is? Rá tudok-e vezetni más embereket, lelkeket erre az állapotra? Hát kedves Katka, én azt javaslom, hogy magattól is távolítsd el ezt az állapotot, másoknak semmiképpen ne add át, mert ez nem az, amit keresünk. Ez a zen körön a 180 fokhoz való ragaszkodás lenne, és ezen túl kell jutni. Amikor azt mondod, hogy semmi, az már valami. Amikor definiálsz egy állapotot, annak vannak attribútumai, tulajdonságai, kezdete és vége. Tehát nem semmi. Esetleg az elme gondolkodás előtt van egy kicsit, de utána reflektálsz rá. Utána ebből csinálsz egy referenciapontot, és viszonyulsz hozzá, elkülöníted, leválasztod magadról, vagy magadat választod le erről, teljesen mindegy, de nagyon nem mindegy az, hogy te hogy érzed magad közben. Tehát amennyire csodálatos, amennyire megszabadultnak tűnik, pontosan annyira átadhatatlan. És nem is kell átadni senkinek, sőt, ahogy mondtam, magad is jussál túl rajta, merre? Nézd meg az enkörön a 270 fokot ez a teljes karmikus transformáció fokozata, amikor bármely karmát átalakíthatsz. Mert hogyha mindent vissza tudsz írni a semmibe, akkor ebből a semmiből bármit meg tudsz teremteni. Ezt kívánom, hogy éld át. Ezt kívánom, hogy neked legyen meg. És akkor a 360 fok, ahol az égkék, a fűzöld, ha valaki szomjas, inni adsz neki, ha valaki éhes, enni adsz neki, ez megvalósul. Ez nagyon fontos, hogy meglegyen. Tehát nem maradj meg, kérlek ebben az állapotban, ha átélted természetesen és túljutsz rajta, nagyon jó. Átadni senkinek sem lehet, és nem is szükséges. Szintén Kata, köszönöm, hogy vagytok, köszönöm a kérdésedet. Most mindenki figyel mindenre és mindenkire. Bízom abban, hogy nagy változás lesz a világban, pozitív van, és közelebb kerülnek az emberek a megfoghatatlan dolgokhoz. A szörnyűség előtt jöttem haza Amerikából. Eddig a percig sem tudom megmondani, miért valami belülről szétfeszített, hogy haza kell indulnom, nem tudtam megfogalmazni senkinek, miért csak azt mondtam, mennem kell akkor még nem volt ez a sajtóban, és nem tudtam, mi történik. A meditáció segíthet az intuitív képességen? Kata, igen, segíthet. És én azt gondolom, hogy a múltba visszavetített gondolkodás semmi módon nem ad magyarázatot a történésekre. Az egyéni karmádat lásd a csoport kontextusában. Tehát, hogy hol voltál azelőtt, hogy visszatértél volna ide, mi történt veled, mi az, amit te tudatosan cselekedtél, és misztifikálás nélkül mindenképpen tisztán kell látni az egyéni, a páros, a családi és a csoportos karmát. Szépen levezetve, látva az összefüggéseket, de nem keverve ezeket. Jó, tehát a csoportkarmát, ami az egész társadalom, nem szoktuk a családival összekeverni, hiszen a családi az ugye vérszerint és törvény szerinti kötődés, a család az nagyon világos határok, rokonság egyebe. A társadalom pedig egy sokkal-sokkal nagyobb ugye, csoportkarma. Nézd meg, hogy a kettőnek milyen összefüggése van. És a meditáció tényleg segíthet az intuícióban, de csak akkor, hogyha a gondolkodásodat meg tudod állítani, ha a narrációt el tudod engedni. És hogyha beleragadsz a saját narratívádba, akkor az intuíció helyett az elmédnek a folyamatos pörgése zajlik, akár lassan, akár gyorsan. Réka, szerinted mit kell ebből globálisan megtanulnunk? Meddig fog tartani? Szerinted tényleg veszélyes ez a vírus, vagy felfújják valamiért? Réka, nem tudjuk, hogy meddig tart. Egy biztos egyszer vége lesz megfelelő feltételek fennállásával, Globálisan, ahogy mondtam, nem tanul az emberiség, több ezer éve járjuk ugyanezeket a köröket, az, hogy te egyénileg, illetve családi, kisközösségi és egyéb megjósolható környezetben megtanuld azt, amit meg kell, az a fontos. Te magad legyél az a változás, amit szeretnél. Te magad különböztesd meg a lényedet az emberi vírustól, a homo sapiens parasitistől, oké? Okay? Nagyon fontos. És akkor megtanultad. Ezzel inspirálhatod a környezetedet. Julianna. A lányomnál ragadtam ebben a helyzetben már egy hónapja, két unoka, három éves, a másik négy hónapos, apa, anya. Más dimenzióban éljük az életünk alapvetően, az élethez való hozzáállás, életkori sajátosságok, stb. Na most a sok dimenzió összemosódik. Nagyon nehéz helyén kezelnem. Kétségtelenül hat rám az ő feszültségük, hiszen benne vagyok. Hogyan kezelhetném ezt a helyzetet napi szinten, hogy a segítség ne váljon, csináld meg helyettem szituációvá? Hogyan mondhatok nemet, hogy a másik fél ne érezze magát elutasítva, és én pedig kiszolgáltatva? Köszönettel, Julianna. Fantasztikus a kérdés, nagyon köszönöm. Juliannának mindannyiunk nevében. A végéről kezdem. Tudd azt, hogy nemet lehet úgy is mondani, hogy közben az embert nem utasítod el. Tehát nem az embernek mondasz nemet, hanem a kérésére mondasz nemet. Ez nagyon fontos. Elfogadod az illetőt, a családtagot, de az akaratát nem követed együtt kell megcsinálni, ez az első, és miután az illető tapasztalja a saját autonómiáját, mert ehhez segítetted hozzá, és nem pusztán kiszolgáltad, akkor még a négy éves is egy idő után részt tud venni a konyhai teendőkben. Tehát olyan segítséget adj, amely az emberek autonómiáját növeli, és az ő saját képességeiket kibontakoztatja. Nagyon sokszor kapunk olyan segítséget, ami elveszi a saját látásunkat, hallásunkat, gondolkodásunkat, és helyettünk gondolkodik, helyettünk lát, helyettünk hall, és a többi. Ne így segíts. Hát az, hogy pontosan milyen helyzetben vagy, így szűk családi körben, az ugye nagyon függ a lakás beosztásától, és ez nem profanizálás. Tehát van-e saját szobád, van-e saját tered? Van-e saját időd, legalább naponta fél órára, kétszer fél órára, vagy ha közös térben vagytok, akkor tudsz-e olyat, hogy most ne szóljon hozzá senki sem egy órán át, úgy, hogy ezt nem elutasítva vagy barátságtalanul kell kimondani. Tehát nálunk az zengyakorlat az, az eredeti koreai monasztikus formában is, és itt a nyugati, nagyrészt világi gyakorlók által művelt formájában is a közös cselekvésre épül akik voltak a templomban elvonulni, pontosan tudják, hogy micsoda malomkő az, amikor másokkal együtt kell enni, ülni, énekelni, sétálni, dolgozni, és a karmánk bizony gyúrja egymást nagyon komolyan. És most látom a mosolyokat. Bizony, bizony. Akik ezt tapasztalták, azok mosolyognak és bólogatnak. Közel és távol. Ez a fajta gyúródás, ez csak akkor működik, ha mindenki hajlandó egy picit a saját helyazatából veszíteni, és nem ítéletalkotó, esetleg vádló vagy követelőző módon viszonyulunk egymáshoz, hanem pontosan megnézzük, hogy hogyan segíthetünk. És hogyha egyszer az a kérés, hogy te hogyan segíthetsz, akkor keresd meg azt a pillanatot, amikor ezt visszafordíthatod, barátsággal, együttérzéssel, és visszakérdezed, hogy na most nézd meg, hogy te hogyan segíthetsz segítséget kértél, kaptál, és ez oda vezetett, hogy már te is képes vagy rá. És itt nagyon fontos a buddha természet univerzalitásáról szóló tan. Hiszen ha mindenki képes a felébredésre, akkor mindenki képes egymás segítésére. Tamás. Szia, Szuni! Szia, Tamás! Három hete otthonról tanítok. Mi a fontos most a gyerekeknek? Hát Tamás, te vagy a fontos a gyerekeknek, meg Szilvi. Így, meg a napi háromszori étkezés, a szeretet, a fürdetés, az esetleges séta, hogyha tudtok, ez egy mámfán csak lehet, tehát akkor a tömeg ott nincs. Úgyhogy ti vagytok a fontosak, és egy normális életrend. Tehát nézd meg azt, és itt nagyon sok családapát és családanyát látok így a képernyőn, mi történik akkor, hogyha szétesik az életrend. A gyerekek megőrülnek és darabokra szedik a lakást, téged is, és én tudom, hogy te nem ebből vagy összerakva, én nagyon jól ismerem azt az életrendet, amit szívővel kialakítottatok, azt kell továbbvinni. Benső, kicsikét befelé fordult üzemmódban, és meg kell találni azt, hogy pontosan mikor mentek el közösen sétálni, gyerekeket visszahozni, és egy olyan életrend kell, amiben ők megbízhatnak. És hogyha ez egy megbízható, megjósolható életrend, akkor a gyerekek ezt meghálálják. És akkor a tanítás az oda megy. Tibor. Tisztelt apát, mondtad, hogy ez a helyzet egyfajta tanítás. Kóan, ha felteszem magamnak a kérdést, és nem szeretném, hogy neked kelljen kimondanod a magad nevében, mit válaszoljak magamnak, szüksége volt erre a koronás tanításra, kuanra most az emberiségnek? Kedves Tibor, ez egy olyan kérdés, amire hasznos válasz nincs. Tehát nem az a kérdés, hogy szükség volt-e rá, vagy sem. Megtörtént. Mit teszünk a helyzettel? Hogyan fordítjuk ezt úgy a hasznunkra, hogy nemesebb lélekkel, tudatosabb lélekkel jövünk ki, és nem pedig úgy, hogy visszanézel az időszakra, és a kezedbe temeted a fejted, hogy úristen, miket gondoltam, mit éreztem, mit tettem, mit mondtam másokkal, meg belül magammal. Tehát ez nagyon fontos, hogy lásd azt, ami ténylegesen a tény, azt, hogy ez miért emberiség, ezek olyan teóriák és olyasféle létrétegek, amelyek teljesen most terméketlenek. Jó? Tehát ezért vonulj ki ebből, és nézd meg azt, hogy te mit tudsz tenni belül. Mit tudsz realizálni. Hogyan tudod a kapcsolataidat kitisztítani, újraépíteni, ha kell. Hogyan tudsz helyesebben viszonyulni az embertársaidhoz. Elismerni azt, hogy igen, ahogy ezt az előbb olvastam, egy fentebbi kérdésnél, össze vagyok zárva a családdal. A két unoka, az apjuk, az anyjuk és én legalább. Lehet, hogy még egy kutya is ott van. És akkor már hatan vagyunk. Mit teszek ebben a helyzetben? Az összes többi most mellékes. Daniel's iPhone. Kedves Sunim, egy olyan időszakban, amelyben megrendül a médiába és a tudományba vetett bizalom, miben bízhatunk? Daniel, hogyha a tudatod tiszta, akkor ebben a tiszta tudatban bízhatsz. És elsősorban azt szeretném javasolni, hogy ezt a tudatot, amit most Dánielnek hívnak, eszed rendbe. Az, hogy a tudomány melyik részében bízhatsz, azt ezzel a tiszta tudattal el tudod dönteni. A médiának melyik képkockáját hiheted el, és melyik szófoszlányát viheted magaddal, azt is ezzel a tiszta tudattal el tudod dönteni. De enélkül, enélkül semmi nincs. Enélkül senkiben és semmiben nem bízhatsz, mert ilyen helyzetben az illúziógyár turbóra kapcsolva működik. Ami működésképtelen, az illuzórikus. Ami a valóságtól erugaszkodott, az hamis. Innentől kezdve a megkülönböztető bölcsesség és a működés látása az, amely ezt a bizalmat a tiszta tudat által megteremtheti, Gyakorolhatja, sőt, át is adhatja. Na, ez a bizalom, ez átadható. Benned van. De ha nincs meg, akkor dolgoznod kell rajta. Mersz-e tisztán látni, ez itt kezdődik. Mered-e tisztán látni az érzéseidet, a gondolataidat, a kimondott, kimondatlan szavaidat, az akaratodat, a cselekedetet, amelyet épp most nem vittél véghez. Mersze tisztán látni, és hogyha igen, akkor ebben a bátorságban és tisztánlátásban bízhatsz. Ez az első. Ez a talpont. Ez az, amikor a hurikán közepén így leszúrsz egy karót, és akkor már ezt a forgó szél nem fogja elvinni, nem fogja kitörni. Tehát ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. De ha projektálsz, ha aggódsz, ha állandóan ellenőrzöl, ha ragaszkodsz, ha visszamész a múltba, ha mész a jövőbe, ha elhiszed a saját duális hánytorgásaidat, ez a bizalom ez sehol nincs, mert nem is lehet, mert ebben a karmában nem lehet megbízni. Az illúziókra nem lehet alapozni, tehát térj vissza a realitás talajára. Ebben bízhatsz. És ezen a talajon állva látod azt, hogy a jelenségek közül miben bízhatsz. Mert milyen értékrended van belül? Milyen emberként szeretnél élni? Erre is rálátsz, és ezt is újra tudod rakni. Ehhez képest a világ milyen értékeket sugal? Szeretnéd azokat elfogadni? Magadévá tenni? Szeretnél úgy élni, hogy a világ ezt mondjuk sugalja neked, vagy esetleg rá is kényszerítene, hogyha hagynád? És akkor innentől kezdve kialakul egy nagyon érdekes kölcsönhatás. De ennek a pillanatnak a tisztasága az alap. Most láss tisztán, most haj tisztán, most gondolkodj, érez, beszéd, cselekedj tisztán. Most szagolj tisztán. Mert hogyha tudsz tisztán szagolni, akkor nem vagy vírusfertőzött, mert a vírusfertőzés első nagy ismérve, hogy a szagérzéked elmegy. Jó? Tehát szagolj tisztán, akkor minden rendben van. Mekatro azt mondja, szia, az első kérdezőhöz kapcsolódva, Alvási folyamatból felébredve nehézkes, a mostban maradnom, így visszaaludni is nehézkes. Nappal ébren, éberen maradnom, kevésbé nehéz már. De alvásból megébredve nehéz. Még hogy tudom ezt tréningezni magamban, magamon? Az a javaslatom, hogy napi fizikai gyakorlat kell, a jogától kezdve a szertornáig a fekvőt támaszik, bármi, amit otthon el tudsz végezni, és a fizikai rendszeres mozgás, ez mondjuk nálunk az engyakorlók közepette ugye a leborulás is, az a testet megmozgatja úgy, hogy az energia nem az elmét fogja követni, hanem egy nagyon világos fizikai terhelést. Tehát tessék mozogni, tessék fizikai gyakorlatot tornát magadnak így felajánlani, hogy igen, most mozgok, most azt érzem, hogy a testben vagyok. A jóga ilyenkor nagyon jó. Miért? Mert nagyon kevés hely kell hozzá, és azok a guruk, akik több ezer éven keresztül dolgoztak az ászanák és pranajámák garmadáján, ők azért nagyon tudtak. Jó? Tehát tessék szíves, ha, ha már tudsz jogázni, akkor jogázzál. Nagyon jó lesz. Tehát, hogyha jól csinálod az ászanákat, az elméd az kapitulál az nem tud gondolkodni. A lélegzet feloldódik a térben. Most nem fog misztifikálni, csinálj valamit a testeddel, hogy ez az állandó zizi, amitől nem tudsz aludni, az megszűnjön. És a fizikai igénybevétel az fantasztikus. Rendszeresen, túl, íg, minden nap. Oké? Okay? Mert ha nem, akkor olyan leszel, mint az a kutya, amit a gazdája nem tanított be. Nem járt vele trénerhez, nem mentek ki tampájára, és a kutya megeszi az életét teljesen. Idomítsd a kutyát, tanítsd a kutyát, akkor szerethető is. Az alvás és ébrenlét nem ugyanaz. Tessék jó megkülönböztetni a kettőt. Ha nem tudod kifárasztani magadat, akkor aludni se tudsz, mert állandóan pöröksz. Ezért van erre szükség. Joe Cooper. Kérdésem a következő. Ha feltételezem, hogy a lélek sosem hal meg, mert újjászületik, akkor hogy lehet az, hogy a Földön folyamatosan egyre többen vagyunk? Honnan van ennyi új lélek? Köszönöm a választ. Joe, azzal indítod, hogy ha feltételezem. Na most mi van, ha nem feltételezed? Mert itt egy hatalmas előfeltelés, hogy a lélek sosem hal meg. Honnan tudjuk? Tehát egy kicsikét gondolkodj alternatív világképekben, emberképekben, hogy ez nagyon másképp is lehet, mint ahogy gondolod. Honnan van ennyi lény a Földön, fogalmunk sincs. Jönnek. Jönnek. Egyre többen jönnek. És vannak. És bejelentik az igényeiket, hogy enni akarok, aludni akarok, szeretni, dolgozni, birtokolni, élni, és mindegy, hogy honnan jöttem, megszülettem, nyisz, felsírok, és itt az ember, az újszülött. Tehát. Azokkal az emberekkel, akik itt vannak ezen a Földön, emberi módon kell foglalkozni. Pont. Teljesen mindegy, hogy honnan jött. Teljesen mindegy, hogy mit hozott a karmikus izsákjában magával. Tessék, emberi módon foglalkozni az emberekkel, és ráébreszteni őket emberi mi voltukra. Mit jelent az, hogy ezen a bolygón embernek lenni nem kicsi feladat? Tehát fogalmunk sincs, hogy ezt a humán projektet ezen a földön ki, és hogyan indította, de hogy valamit nem döntöttek el, az biztos. Tehát nekünk kell eldönteni, hogy mit kezdünk ezzel az élettel itt, mit kezdünk egymással, mit kezdünk ezzel a bolygóval. Értsétek meg, nincs eldöntve, nincs leírva, nincs determinálva. Hála légyen! Tehát remélem senki nem érzi robotnak magát, mert az a jó hír, hogy senki nem az. Senkinek nincs végzete, mindenkinek útja van, és ezt az utat kellene járnunk együtt. Mert egyedül nem megy. Egyedül, még ha menne, akkor se lenne jó. Tehát önállóan, de közösen. Egyéni erőfeszítéssel, de közösségben. És akkor megy, akkor van értelme. Ugyanúgy nem tudjuk, hogy ez a sok-sok lélek hová megy innen. De azt tudjuk, hogy milyen állapotban. Nézd meg, hogyha most meghalnál, akkor mit vénél az izsákban magaddal? Kell? Kell? Úgy kell? Tételezzük fel, hogy van következő élet. Ilyen lélekkel szeretnél újra születni? Vagy esetleg még egy kicsit kiraknál az izsákból meg, eddig még nem berakható dolgokat tennél be az izsákba? Tehát innen érdemes közelíteni, sokkal praktikusabb kedves szuném, szeretném kérdezni, hogyan tudnám elkezdeni a gyakorlást? Ti ebben tudtok-e segíteni, ha igen, hogyan? Hogyan tudnád elkezdeni a gyakorlást úgy, hogy megtanítjuk neked? És ez részben fönn van a honlapon, részben beszélgetéssel is elindíthatod, de tudd azt, hogy az instrukciók személyes jelenlét hiányában nem lehetnek teljesek. Andrea, megvan. Bocsánat, folytatom. Nagyszerű azt tapasztalom most, hogy évtizedek óta tartó barátságok változnak át körülöttem. Az elengedés és a megbocsátás most jelen van. Hogyan tudom ezt meditációban segíteni, gyógyítani? Andrea, az a helyzet, hogy a lélekkapcsolatok azok akkor fájnak, hogyha nem tudod őket harmonikusan elengedni, vagy harmonikusan beépíteni. Tehát ilyenkor a barátságok, még családi kapcsolatok is nagyon sokat tudnak változni. Egyrészt azért, mert bizonyos embereket nem láthatsz. Nem beszélhetsz hozzájuk közvetlenül, csak így távrecsegve. Akikkel pedig kényszerűen együtt vagy, azokat ugye taszítanád. Úgy kell gyógyítani, hogy a lélek befelé tekint, és ebből a befelé tekintésből belátást nyer, a kapcsolatok valódi természetére belátást nyer. Magyarul nem azonosítod azt a szerencsétlen embert a kényszerű megnyilvánulásával, hanem van egy olyan állandó, mozdulatlan szeretetmező, amiben mindenki benne van. Ez ad bizalmat és biztonságot, és akkor ezen felül nem kell azt az illúziót csomagot fogadni, vagy azt a káprázatot elhinni, amit az emberek feléd kényszerből dobnak. És ez nem a megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel maximálja, ezt nem tudjuk megcsinálni. Olyat tudunk, hogy megdobnának kővel, de nem dobjuk vissza semmivel. Azt lehet. Jó? Tehát ezeket a kapcsolatokat belül lehet művelni, szépen sorba állítani, letisztítani, nagyon jól meg kell különböztetni az alanyt a tárgytól. Az embert a karmájától és ekkor elviselhetővé válik az egész. Sőt, még lelkesítővé, inspirálóvá is. Te hogy csinálod? Hát nem tudom. Minden reggel üldögélek egy kicsit itt csendben. És ez az alapja. És akkor valami átmegy, vagy valami letisztul a másik emberben is. Nándi, üd neked münchenben. Helyes helyzetfelismerés, helyes kapcsolatteremtés, helyes cselekvés per működés magamért és másokért egyaránt. Ez tiszta, hát örülök, mert hát ez, ez nem könnyű kenyér. Folytatom. Az ég nem azonos a felhőkkel. Ez tiszta, just do it, világos. Mit tehetek akkor, ha elvesztem a jelenlétem, azonosulok az érzelmeimmel, gondolataimmal, vágy, félelem. Elindul a mozi, rajta csípem, Ilyenkor tudatosan lélegzem, vagy tudatosan figyelem a hangokat. Ez visszahozza a figyelmem. Hogyan tudom ezt a fajta kapási időt csökkenteni, pillanatról pillanatra tartani a nem tudó tiszta, tükörszerű tudatot? Nándi leírtad, tehát a kérdésedben gyönyörűen benne van a válasz. Figyeld a hangot, figyeld a teret, a karmád, hogy kivon ebből a pillanatból, és elküld akár az elvarázsolt kastélyba, akár Disneylandbe, akár valami barlangba, ugye, azon nyomban gyere ki abból a képzetes világból, és gyere ide vissza ebbe a pillanatba. És ez tényleg a test tudatosságával, a lélegzet tudatosságával olyasféle módon elérheted, ahogy leírtad. Minél többet csinálod, annál hamarabb nyakon csíped magad annál kevésbé tudsz csodaországba vagy szörnyű pokolba elmenni a saját express vonatodon vagy repülőgépeden. Átman. Nekem. Hát nagyon rég vártam az átmanra, most megszólított. Azt mondja. Kedves mester, a legfőbb mester nagy lehetőségeket lát ebből a jelenlegi helyzetből. Lehetségesek, globális, gyorsított felemelkedés, Azáltal is a spirituális gyakorlatokat végzők emelik a kollektív mezőt, és ezáltal a mesterek összefognak. Kedves Átman, az a helyzet, hogy minden mester összefog. Akkor is, ha soha nem találkoznak egymással. Ugyanis a közös gyakorlat a megvilágosodás felé a legnagyobb összefogás, ami valaha létezhet, nem fog átmenni globális gyorsított felemelkedésbe. A 20. század látott egy-két ilyen kísérletet, több tízmillió haláleset lett a vége. Tehát nincs globális gyorsított felemelkedés, mindenki maga végezzel a házi feladatot otthon, magában, a darmateremben. Ez a felemelkedés záloga, ami nem globalizálható, lokalizálható. Ez a fontos. Brigé Gergő. Ha várhatók a járvány hatására újabb reformok vagy forradalmak, akkor hogyan ismerhetők fel ezeknek a helyes például egy valási hagyomány forrását célzó verziója, illetve mi az ismérve a hagyományok forrásától eltávolító hatást eredményező reformoknak vagy forradalmaknak? Ezeket a kérdéseket a társadalmakra kivetítve szeretném feltenni. Kedves Brigés és Gergő, a járvány hatásai megjósolhatatlanok, ez mindenkinek a saját szívében dől el. Én nagyon-nagyon szeretném, hogyha ebből evolúció és nem revolúció lenne. A tudat evolúciója az egyetlen egy tartós felemelkedési lehetőség. Minden forradalomban azon nyomban, hogy az első ember meghal vagy sérül, már bele is buktunk. Már azon nyomban bukta van az első ütés, az első halálesetnél azon nyomban bukott a forradalom. Úgyhogy vigyázzunk, az evolúcióra van szükség, helyesen az úton járva. Ha látnék mást, én nagyon szívesen elmondanám. De a francia forradalomtól kezdve, amely a kedvenc példa ehhez, sajnos nézd meg, hogy mi történt 1789 és 1815 között, egyik uralkodótól a másikig, Lajostól Lajosig. Mi történt? Elképesztő. Tehát a forradalmak helyett egy evolúció kéne belül egyénileg, párosan, családilag, közösen ezt megalapozni, és generációkon keresztül kéne vinni, megy. Ez nem idealizmus, kérem. Ez működik. Tessék az európai reneszánsztól kezdve a kínai Tang dinasztiára, a koreai Silla dinasztiára szépen visszamenni. Ezek pár száz éves időszakok voltak, és működtek. Nem kéne elrontani, meg kéne alapozni, csinálni kéne, továbbadni, és úgy továbbadni, hogy az lehetőleg a legkevésbé legyen elrontható. És ez működik. Másik kérdésem, Krisztina, létezik-e az, hogy az ember születik egyfajta energetikai mintázattal, például a lustaság vagy az erős aktivitás is karma? Bizony, mással sem születünk, mint energetikai mintázattal, sőt, az energia és információ kombinációja a karma, ehhez vesszük föl a testet. Tehát a lélek és a test meghatározza önmagát, és elsődlegesen az, hogy a léleknek ugye a mintázata felveszi a testet, nem csak a testet, a környezetet is. Feltetted a kérdést, hogy miért pont oda születtél azokhoz a szülőkhöz, abba a társadalomba, ahova? És ne bűntudatot vagy diadalt érez, arról szokjál le. Tessék szíves meglátni az okozati működést belül és kívül, a szülőkben meglátni a belső női és férfi arhetipusokat. És akkor az egész egy teljesen más, egyszerűbb, világos megvilágításba kerül. Szia, Szilvi! Remélem, hogy máfám minden rendben. Három hete online otthonról tanítok. A tanítványoknak most mire van szüksége? Rád van szükségük. Szilvi, ez a jó dolog. A te stabilitásodra, helyes hozzáállásodra és arra a lényre, aki most bólogat, és mosolyog, és ez nagyon-nagyon jó. Ezt én nagyon nagyon örömmel látom, egyszerűen, tisztán. És itt, hogyha középen tartod őket a saját jó jelenléteddel, már segítettél. Illúziókat félretesszük, nem adunk nekik energiát. Teljesen felesleges, nem vitatkozunk a téves nézetekkel, mert akkor csak negatív energiát adsz neki. Nem helyesseljük, mert akkor pozitív energiát adsz neki. Úgyhogy taníts. Azzal a derűvel, azzal a csendes nyugalommal és összeszedettséggel, amely most benned egy habcsangot a képernyőre megeresztett. Ennek én is nagyon örülök. Átman. Hogyan szabaduljak meg a lámpalázamtól, ami az előző életek erős negatív karma szégyenéből fakad, tudat alól, és most már ebből is. Kedves Átman, először is, a lámpalázat úgy tudod csökkenteni, hogy egy fa lesz a közönséged. Tehát egy fának elmondod, hogy ő kicsoda. Megnézed, hogy egy tölgyfa miből áll. Milyen a kérge, milyen a levele, milyenek a gyűrűi, milyen a gyökere, és ezt egy tölgyfának elmondod. És a tölgyfa hidd el, hogy nem fog tapsolni, nem fog fütyülni, nem fog semmilyen véleményt nyilvánítani rólad, ő marad az, aki. Utána ezt egy fekete rigóval, amíg el nem repül. És utána egy kutyával, utána egy lóval, a ló nagyon fog szeretni érte, mert ugyanúgy nem fogja érteni, ahogy a rigó, vagy a kutya, vagy a tölgyfa, és utána egy emberrel. Tehát az a fontos, hogy őtőlük, az állat és a növényi létezőktől megtanulod azt, hogy hogyan maradhatsz önmagad mindezek közben. És hogyha te önmagad maradsz a színpadon is, vagy olyan helyzetben, amikor elő kell adnod, akkor a lámpaláz elmúlik. A lámpaláz az az a félelem, hogy te olyan irányban változol, olyan képet alkotnak majd rólad, ami veled nem azonos, hogy te belesülsz, hogy te majd ott lefagysz, vagy hogy rólad rossz véleményen lesznek, vagy nem fognak érte szeretni, vagy hasonló. Tehát maradj önmagad abban a helyzetben, amikor akár színpadon, akár katedrán, akár bárhol emberek előtt meg kell nyilvánulnod. És ez az állog annak, hogy előbb-utóbb ténylegesen lejön a színpadról az, amit csinálsz. Amikor nem csak a katedra beszél, a tanár beszél, hanem úgy a tanáj, tanítványok teljes mértékben benne vannak abban a mezőben, amitől tényleg tanulnak. Nem kérdés, hogy szeretik-e a tanítót vagy sem. Teljesen egy az atmoszféra, teljesen közös a tudatmező. Innentől kezem, innen tökéletes, minden rendben van. Szia, Cornél! Neked is szép estét, gyermekfektetéshez pedig nagyon sok örömet és kitartást. Namaste, csilla. Nem gondoltam volna, hogy a darmát ilyen szituációban fogom, Gyakorolni és ennek hasznát venni. Működik, köszönöm szépen, nagyon szívesen! Gábor, tisztelt Apátúr, kérlek, segíts, hogy milyen módon tudnám elkezdeni a meditáció gyakorlását, amennyiben egy szenvedélybetegség kezelésében szeretném segítségül hívni ezt a technikát. Józanodó alkoholista vagyok, és nézetem szerint a józanság fenntartásában nagy segítségemre lehet a meditáció. Köszönöm válaszodat előre is. Gábor, ilyen helyzetben a meditáció csak kiegészítője lehet egy már meglévő terápiának, legyen ez egy egyéni terápia, vagy egy anonim alkoholisták ugye, körébe való járás. Mindenféleképpen kell egy szponzor per terapeuta, és az ővel való együttműködéshez jöhet a meditáció hozzá. Ekkor lesz eredményes itt a meditáció önmagában elégtelen, ezt úgy mondom, hogy nagyon sok szenvedélybeteg, ex-szenvedélybeteg tanítványom volt, van is, és úgy tudják használni a darmát, hogy mellé még fenntartják azt a terápiát vagy kezelést, ami eredetileg elkezdte őket kihozni a szenvedélybetegségből. Tehát Andrea, a húsvétról mit mond a buddhizmus? Megtanították, mit gondoljak róla, de a buddhizmus fényében valahogy nem sikerül már úgy elfogadnom a keresztény dogmákat, mint eddig egy református zen Kedves Andrea, én arra lelkesítenélek, hogy a dogmákkal ne foglalkozz, hanem a hittel foglalkozz. Tehát a hitet dogmatika által nem fogod elérni, a hitet úgy fogod elérni, hogy ne legyenek idegen isteneid a valódi előtt. Tehát ne állj meg addig, amíg az Istenség tapasztalattá nem válik. Amíg nem tudsz vele vacsorálni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy az összes olyan kulturális, teológiai és egyéb rárakódás, amely téged akadályoz, az Jézus korában nem létezett. Tehát Buddha nem volt buddhista. Jézus nem volt katolikus vagy református, vagy egyéb hitű. Tehát tessék ezzel szembenézni, és az eredeti tanításhoz, az eredeti fényhez visszatérni. És akkor ezek mind lefoszlanak rólad. Jó? Átmantó, még egy kérdés, ha belefér. Meglátjuk. Hogyan hozzam harmóniába a fékezhetetlen vágyom az önvaló fölé a vállalkozásom indításával egy floating center, ami nagyon segíteni a környezetem az önvaló felé, mivel már arra kevesebb a lendületem, pedig a megélhetés is nagyon fontos. Átman, az a hírem, hogy az önvaló felé való vágy egyre távolabb vissza céltól. Ennek a vágynak a folyamatos visszavonása a távolság megszüntetésével fog együtt járni. Ne vágy rá. Minél jobban vágysz rá, annál messzebb lesz. Ne vágy rá. Sőt, szüntesd meg azt az énséget is, amelyik vágyik. És akkor az egyévállás bekövetkezik. Viola, meditációtól egyre jobban vagyok, és jobbnak is érzem magam, vagy kezdem elhinni, hogy nem vagyok rossz szemben. Ez jó, ez gyönyörű. Ebben érzem az elgondolkozás veszélyét is. A mi ez kérdés felhívja a figyelmet, ha átestem az ego növesztésébe annak megszüntetésére helyett. Igen. Tehát a mi ez kérdés, ez egy nagyon jó indikátor, az tényleg olyan, mint a Kanária a szénbányában, hogyha tényleg egoépítésről van szó, az a kérdés tükrében ekkorára nőve megmutatkozik, úgyhogy tovább. A teljes emberig az önkép nélküli igazi jelenlétig, amely tisztán látható szagol, tapint, ízlek, gondolkodik, érez, beszél, cselekszik. De nincs énje. Ezzel szeretném a mai gyönyörűséges együttlétünket 90 teljes perc után zárni, nagyon szeretném, hogyha két hét múlva ugyanígy, ugyanitt mind a 150-en tudnánk találkozni. Nagyon-nagyon köszönöm az országhatáron túli jelenlétet is, az országhatáron belüli jelenlétet is, régi szangatagoktól és friss érdeklődőktől. Tudjátok azt, szeretném, ha emlékeznétek rá, hogy mindenkivel élénk darma kapcsolatot szeretnénk föntartani. Szeretném, hogyha mindenki ezt a helyzetet a lehető legjobb irányba fordítaná, gyakorolna, és minőségibb, tisztább tudattal kerülnénk ki a következő válságba, mert nehogy azt itt, hogy az messze van. Ennek egyszer vége lesz, fellélegzünk, és jön a következő. Mindenkit szeretettel várok két hét múlva. Sziasztok!